A legjobb bírói ítéletnél is jobb egy megállapodás, hiszen a megállapodásnál csak nyertesek lehetnek, tartja a mondás, ami egyben meg is fogalmazza a bírósági közvetítés lényegét. A bíróságok falai között működő mediációs munkának köszönhetően a közvetítőhöz forduló felek, ha leülnek, az esetek 70%-ában megállapodnak, ezzel elkerülhető a per. A közvetítői eljárás gyorsíthat ügyeket, vagy kevesebb perek lehetnek, ezzel tehermentesítik a bíróságokat. A bírósági közvetítés mindez ezeken túl ahhoz is segítséget nyújt, hogy a per megindulásakor, illetve a per folyamán is gyorsan, hatékonyan rendezhető legyen a jogvita. A közvetítő felkérésétől számított 8 napon belül már felveszik a kapcsolatot a felekkel a közvetítők, és a felek maguk döntik el, hogy milyen ütemben és milyen határidő tűzésével kísérlik meg a megállapodást. A tapasztalat azt mutatja, hogy 2-3 ülés alatt el lehet jutni egy eléggé mindenre kiterjedő megállapodáshoz, és egy-egy ülés általában 3-3 és fél órát vesz igénybe, többet általában nem bírnak a felek végigülni. Úgyhogy ha ideális esetről beszélünk, akkor egy megállapodás 1-1,5 hónap alatt a bíróság részéről, tehát a bíróság szempontjából tető alá hozható. Az a cél, hogy a 7 bírónál többet foglalkoztató bíróságokon legyen közvetítő, azért is, mert hogy 2014. március 15-től új PTK lép életbe, amelyben bizonyos családjogi kérdésekben a bíró a feleket közvetítőhöz küldheti a per megkezdése előtt. Gyermekelhelyezés, láthatási jog, vagyonmegosztás mind-mind olyan kérdés, amelyben a vitarendezés elkerülhető per nélkül. De munkajogi konfliktusok, sőt gazdasági jogviták is megoldhatók bírói közvetítéssel. Bárki bírósági közvetítőhöz fordulhat a vitás ügyével, ugyanis az ingyenes.